Beengedjük ezt, egy pillanatban megpusztíjuk. Miért az sem? És a tapsból hallom, hogy már itt van mellettünk, itt már hallatszik a tapsból, és ha úgy érzik, akkor kérem, hogy önök is csapják össze a két tenyerüket, mert egy elképesztő nagy túra után egy óriási teljesítmény követve Barni Tomcsi érkezik a színpadra, és íme itt van a mi hősünk, visszaérkezett Szentesre, és elmondott Szentesre, hölgyeim és uraim! Gyere és hallgass meg ezt a nagy kapcsolat! Gyere! Hallgass meg! Isten hozott ide haza! Hallok én neked egy mikrofon! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Már 6 nap alatt sikerült teljesíteni 5030 km a Szentes és a kis madarásra együtt. És örülök, hogy itt van lehetek. Engedd meg, hogy egy picit meg, hangosabban megismételjük, hogy ott a Rákóczi utca végén, mert oda is kivittük a hangfalakat, hogy hallják az emberek, meg arra az Árpád székházra, meg arra a Mezsbalog utcára is, 5030 kilométer. 5030 kilométer! Egészen fantasztikus. És hidd el, hogy ma itt már is tegnap este rengetegen arról beszéltek, hogy mikor érkezel, egészségbe érkezel. Fantasztikus voltál. És azt hiszem, hogy egyetértesz velem, hogy Vukovics Sanyinak is egy nagyon nagy tapsa. Ugye, és mindenkinek, aki neked segített. Szeretném, ha Sanyi idején a kertünkadva lehetséges kontrollban. Sanyi, gyere! Vukovics Sanyi keressük, kérdezzük, és kérjük szépen, hogy fáradjon a színpadra, és mondd, mit tudsz ezekben a pillanatokban mondani, azon kívül, hogy gondolom, hogy fáradt vagy, boldog vagy, újra itthon vagy? Hát azt fogom most mondani, mint Forrest Gump filmben, hogy azért értem, hogy hazajöttem, de nem vagyok általában.